Gáza és Libanon felől is támadták Izraelt már a virradóra, Jeruzsálemben pedig késes terrorista támadta rendőrökre. A zsidó állam hadserege közben folytatta a gázai offenzíváját. Az izraeli hadvezetés szerint mostanra teljesen kettéválasztották az övezetet, de a déli területekre vezető elvonulási útvonalakat továbbra is fenntartják. A gázai hatóságok szerint a háborúnak már több mint 10 000 civil áldozata van. Felzúgtak a szirénák vasárnap éjjel Tel Avivban. Ismét rakétatámadás érte a világvárost Gáza irányából. A vaskupola rakéta elhárító rendszer megsemmisítette a lövedékeket, így sérülés nem történt. Az izraeli területeket a szomszédos Libanonból is tűz alatt tartják. Reggelre láthatóvá vált, hogy a Hezbollah támadásai lakóházakat rongáltak meg a határ közeli Kiryat Smónában. A kitelepítési parancs ellenére vannak, akik még mindig nem hagyták el az otthonaikat. 50 éve élek itt, és soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd bombák fognak esni a házamra, mondta egy izraeli férfi. Hétfőn nem csak a határon, hanem az ország szívében is pattanásig feszült volt a helyzet. Jeruzsálemben egy késes palesztin fiatal támadta rendőrökre. Az utcákat pillanatok alatt fegyveres egységek lepték el. Reggel 8 óra után egy 16 éves terrorista késsel támadta kedemi rendőrkapitányság előtt álló egyenruhásokra. Egy rendőrnő súlyosan megsérült, egy másik járőr pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Végül a helyszínen tartózkodó határrendészek végeztek a támadóval, nyilatkozta egy rendőrparancsnok. Az izraeli miniszterelnök hétfőn bolgár kollégáját fogadta Jeruzsálemben. Benjamin Netanyahu megköszönte, hogy Bulgária is mellettük áll a háborúban. Köszönöm, hogy egyetért velünk abban, hogy ez nem csak a mi harcunk, hanem a civilizált világ harca a barbarizmus ellen. A holokauszt óta nem álltunk szemben ilyen vadállati kegyetlenségű ellenséggel. A Hamász kétszeresen is háborús bűnös, egyfelől azért, mert civileket öl, másfelől azért, mert pajzsként bújik a lakosság mögé. Mi velük szemben önvédelemből cselekszünk és mindent megteszünk a civil áldozatok minimalizálásáért, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Izrael az elmúlt éjjel rendkívül intenzív támadást indított a gázai övezet ellen. Helyi források szerint ez volt az egyik leghevesebb légitámadás október 7-e óta. A hadsereg közleménye szerint az izraeli erők 450 Hamas támaszpontra mértek csapást. Találat érte a terrorszervezet megfigyelő állásait, kiképző központját és föld alatti rejtek helyeit is. A Hamas által ellenőrzött gázai egészségügyi hatóság szerint egy hónap alatt több mint 10 000-en vesztették életüket Gáza területén. A hadsereg szóvivője bejelentette, hogy csapataik előrenyomulásának köszönhetően sikerült kettévágni a gázai övezetet. A csapatok Gázaváros déli részénél elérték a tengerpartot, körbekerítették Gázavárost, és lényegében mostantól van egy északi és egy déli Gáza. Továbbra is engedélyezik, hogy a civilek egy egyirányú folyosón délre vonuljanak, ezután is rendkívül nagy erőkkel fogunk támadni, fogalmazott az izraeli szóvivő. Az izraeli hadsereg légi felvételeket is közzétett az észak és dél között létrehozott humanitárius folyosóról. A videókon az látható, hogy az emberek elhagyják Észak-Gázát, amit az izraeli hadsereg már korábban harcműveleti területté nyilvánított. Délen az emberek az ENSZ által ellenőrzött menekült táborokban várják, hogy a háború véget érjen. Vannak, akik szeretnék elhagyni az övezetet, még mások inkább maradnának. A tűzszünet viszont úgy tűnik jelenleg még elérhetetlen távolságban van. A hétfőn újra nyitott Rafahi határátkelőn pedig csak a sérültek és a külföldiek léphettek át Egyiptomba.